kell mondanunk, hogy bármilyen jól ápolják a szájukat a kismamák, ez a szájüreg sok-sok problémát, változást jelent. Méghozzá a hormonok összefüggésében érinti a szervezetet, és így a szájüreget is, az ínyt, a fogíny duzzadása, hiperpláziája. Orvosi szóval úgy szoktuk mondani, hogy hiperpláziás fogínnyel találkoztunk, ami rendkívül vérbő, livid színezetű, fájdalmas lehet. Ezekben a tasakokban lévő baktériumok viszonylag könnyedén eljutnak a jelentős véráramlás, ami van a mama, kismama szervezetében, az egyéb szervekhez, a belső szervekhez, akár életfontosságú szervekhez. A tartóson fogágybetegséggel küzdő, tehát ingyulladás talaján kialakult fogágybetegséggel küzdő kismamáknál gyakoribb a koraszülés, és emiatt azért valamilyen szinten azért vigyázni kell tényleg, mert ezt nem szeretné senki.